én még az utolsó generáció vagyok, azok mellik még magyar, és benne van az Muttersprache. Mint anyanyelv. Genau, anyanyelv, genau. Én azt nagyon nehézen értem meg, hogy hogy lehet elfelejteni az anyanyelvet. Annak idején a magyar ajkóak ellene voltak, hogy ide kerüljünk Ausztriából. Szeretném, még az egész alsőrek is, hogyha magyar nyelv megmarad, mert az nagyon fontos. Csak a szülők sokszor arra gondolnak, hogy hurrá, most csak tanulom meg az én gyerekem németül és angolul. A gyerekek is tudnának magyarul beszélni, de hogyan felel? Német. You could speak with your grandma in her mother language. But we can also speak in my mother language. Horvátországban létezik egy olyan 3000-es közösség, aki magyarnak vallja magát, magyar öntudattal bír, de nem beszéli a magyar nyelvet. Anyukám és nagymamám magyarok, de én nem beszélek nagyon jól magyarul. Az asszimiláció egy sajnos egy természetes folyamat, és csak lassítani lehet. Egyre több egyes házasságban, és mindig könnyebb a szlovén nyelvet választani. Egyszerűbb, hogy elmegyünk egy nagyvárosba, és ott asszimilálódunk, és úgy folytatjuk az életünket, mint kvázi aki nem is magyar. Talán egy pár évig meg fog maradni a magyarság, de sokára biztos, hogy nem. I consider myself as Slovenian, not as Hungarian. Ha lesznek közös gyerekeitek, akik már tényleg csak ilyen pici-pici részben lesznek magyarok, nekik is megpróbálod majd átadni valamennyire a magyar nyelvet? Igen. Tényleg? Igen. És hogy látod, hogy mennyi ideig lesznek még itt magyarok a Muravidéken? Szerintem. Az én unokáim még biztos.